Ki az, aki azt gondolja, hogy a globális felmelegedés csak a TED előadó politikusok találták, mármint az, hogy ennek emberi hatása van. Hogy az ember az embernek hatása van a globális felmelegedésre. Nem látom, egy ember van, de vele ezt megbeszéltem. Kettő ember van. Valamiért, én nem tudom miért, de főleg az Egyesült Államokban, a republikánusok körében egyre többen hiszik azt újra, hogy a globális felmelegedéshez semmi közünk nincsen. Tehát hiába van a TED, hiába van egy tucat előadás a TED-en arról, hogy nekünk milyen hatásunk van a globális felmelegedésre, azt gondolják egyre többen, és igazából nem teljesen értem, hogy miért, hogy az ökoszisztémára már pedig az embernek nem lehet hatása, hiszen attól, hogy én nem tudom mit csinálok, odaépítek egy utat, attól már pedig nem nagyon változhat meg ez a nagy ökoszisztéma. Most fog jönni két előadó, akik készítettek egy számítógépes programot, aminek nem az a számomra, majd ők elmondják, hogy ők miért szeretnék, nem az előnye, hogy megmondja, hogy de nekünk is van hatásunk erre, hanem lehetővé teszik, hogy játszva ezt mi magunk megtanuljuk. És még egy kérdésem van, ki tudja, hogy kik azok a nördök? Jó, a többieknek a nerd definíciója fog érkezni a színpadra. Nagyon-nagyon okos emberek, Balassi Márton és Horváth Dávid. Majd. Marci, amíg kollégám szíveskedik befáradni, bemutatnám őt, csak hogy kicsit megismerkedjenek vele. Egy ártatlan kisdiák képen nézhet le ránk a vetítővászonról, de a látszat az csal. Ez egy undok, rátarti fráter. Állandóan lenyomott matek versenyen, amikor mi általános iskolások voltunk, mindig egymás ellen harcoltunk, és amikor ő ott volt, akkor nem mindig nyertem meg ezt a versenyt. De vannak még képeink, és nem állnánk együtt ezen a képen, hogyha nem lett volna egy-két jó ötlete. A helyzet csak rosszabbodott, amikor középiskolások lettünk, mert egy osztályba kerültünk. Hát mondanom sem kell, a matek versenyek folytatódtak, de már nagyon lenyomott, egyre jobban utáltam őt. Aztán kaptam egy házit bioszból. Nézek már utána a matematikai összefüggéseknek, amik leírnak egy táplálékhálózatot. Most hogy jön össze a matek és a biológia? Hát ezt a kérdést én is föltettem, meg is válaszoltuk. Aztán csináltam egy programot, amivel így az állatok lesakkozták azt, hogy mondjuk ott a nyuszika ugrál a mezőn, jön a róka, megeszi. És aztán Marci meglátta ezt a programot, és támadt egy ötlete, és azt mondta, hogy mi lenne, hogyha kinyírnánk a nyulak felét? Azzal, hogy közösen kezdtünk dolgozni, nem csupán abban szereztünk igen nagy gyakorlatot, hogy hogyan érdemes, ártatlan, virtuális rágcsálók életét elvenni, hanem abba is belejöttünk, hogy hogyan lehet közösen elsőre megoldhatatlannak tűnő problémákhoz hozzányúlnunk. A legegyszerűbb módszer, amit tehetünk, hogy kölcsönkérjük hozzá társunk szemüvegét, és ami eddig bonyolult volt, hirtelen, mindjárt egyszerűvé válik. Így aztán a mi szemüvegünkön keresztül az ökoszisztéma nem más, mint egy igen nagyra nőtt sakktábla, amelyen egyszerre több játékos játszik, és minden bábúnak minden körben lépnie kell. Nézzük, hogyan néz ki mindez a programunkban. Egész egyszerűen működik ez a program, amikor elindul egy ilyen szimuláció, akkor egy üres területre vetünk fűmagot. Miután szép zöld üde képet kaptunk, eleresztjük rajta a nyuszikat. Ezek a nyuszik elfoglalják az egész területet, hogyha nem lépünk időben, és nem eresztünk rájuk még egy kis rókát. Exponenciális növekedésnek lehetünk tanúi. Versenyeznek a nyuszik a rókákkal, vajon ki fog nyerni? Hát láthatjuk itt alul, hogy a rókák száma így szépen lassan növekedik, kordában tartják a nyuszikat, sőt, előbb-utóbb olyan sok róka lesz, hogy egy kicsit lejjebb húzzák a nyusziknak az átlagos számát. Persze, amellett, hogy a nyuszik száma csökken, nem ilyen egyszerű a dolog, láthatjuk azt a hullámzást odafönt. Na most, mi okozza ezt a hullámzást vajon? Nagyon egyszerű a jelenség. Egyre több nyuszi van, egyre több róka követi őt,
aztán amikor már nagyon-nagyon sok nyuszi van, akkor bizony túl sok róka lesz, és már nagyon sok az ellenség, úgyhogy lejön a nyuszik száma, csökken, aztán a rókákból is kevés lesz, mert megint kevés a kaja, és akkor ez a körforgás megy, ezek így hepehúpáznak kicsit eltolva. Társam azt akarta kiemelni, hogy a populáció időgrafikonok egymáshoz képest fázis eltolódással oszcillálnak. Köszönöm a helyesbítést. Sokkal jobb volt a definíció, köszönöm. Hát ezért dolgozunk mi ketten. Összegezve egy ilyen rendszer nagyon jó. Látjuk, hogy így hullámzik ez az egész. Az a szép az egészben, hogy a matek is ezt hozta ki. Amit a gyűjtőmunkánk eredményezett Lotka-Walter egyenletrendszerek ugyanígy hullámoztatják az ökoszisztémát, azonban a matekban nagyon nehéz megnyomni egy gombot. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy jó, most írtsuk ki a nyuszik felét, ahogy ezt a Marci is mondta, azt nagyon nehéz így egyenlet leírni, de hogyha mi megnyomunk egy gombot, akkor már is meghalt a nyuszik fele. Nézzük, milyen gombokat érdemes megnyomkodnunk. Itt vagyunk mi emberek. És mit csinálunk mi ezzel a rendszerrel? Hát mondjuk szoktunk olyat, hogy útot építünk, mert így szeretünk úton mászkálni, és nem a sárban. Jó. Tegyük fel, hogy van egy alföld méretű területünk is, de szeretnénk felhúzni egy úthálózatot. Fontoljuk csak meg. Vagyon veszünk el területet az ökoszisztémából? Hát hatalmas az a mondjuk az alföld, behúzunk egy kis vonalat, az semmi. Nézzük csak meg, tényleg ez történik? Vegyük elő a programunkat, vessük be fűmaggal, engedjünk el nyulakat meg rókákat, ahogy ezt Dávid az idén tette, és rendeljünk útépítést. Azt mondjuk ennek a vállalatnak, nézd, tervezzünk ide egy úthálózatot, meg is jelent az úthálózat. Első ránézésre már problémáink lehetnek ezzel az úthálózattal, valami nem tetszik nekem. Kiadjuk az utasítást, történjen valami. Á, köszönöm, meg is jelent a felfestése az útnak, így már a Kressz szabályainak is megfelelünk. No, de komolyabbra fordítva a szót, más problémák is felmerülhetnek. Azt látjuk, hogy felszabdaltuk a területet. Következésképpen nem képesek se a nyulak, se a rókák átmozogni egyik terület részről a másikra. Vajon okozhat-e ez problémát? Ha arra gondolunk, hogy esetleg történik valami bolygatás, valami külső hatás ebben a rendszerben, akkor lehet, hogy nem képes majd jól eloszlani. Pontosan ezt fogjuk megnézni. Következzen mondjuk három aszályos időszak. Vajon mi fog történni? Most láttuk az első aszályos időszakot, mind a térképen, mind a grafikon azt láttuk, hogy lecsökkent az egyed száma a nyulaknak. Nyilván kevesebb kavaja, kevesebb róka is lesz. Következzen még két aszályos időszak. Ekkor azt látjuk, hogy miután megtörténnek a kihalások, a nyulak újra előre kapnak, hiszen viszonylag szaporák, és nekik rendelkezésre áll a táplálék. Viszont a nagy táplálék ingások miatt vannak olyan területek, ahol egyszerűen a rókák kipusztultak, például a bal felső sarokban, most csak a rókákat tekintjük, nem kell megérni, fű meg nyulak továbbra is vannak, azt látjuk, hogy a rókák szegények kipusztultak, és így nem is lesznek képesek visszatérni, hiába hagyjuk hosszú távon futni a rendszert, mivel el vannak szigetelve, ez a rendszer sosem lesz olyan stabil, sosem lesz olyan egészséges, ha úgy tetszik, mint amilyen előtte volt. Tehát valójában azt látjuk, hogy a ragadozók jelenléte az azt is indikálja, azt mutatja számunkra, hogy ez egy erős, egészséges rendszer. Azért gondoljuk meg, és álljunk meg egy pillanatra, hogy vajon ugyanez történt volna, hogyha a másik esetben is ezt tesszük, még útépítés előtt, nézzük csak meg a program mit mond erre. Tehát itt van az eredeti területünk, út nélkül kénytelenek leszünk gyalog menni. Viszont, hogyha ugyanitt alkalmazzuk a három egymás utáni aszályos időszakot, akkor azt látjuk, hogy hosszú távon képes visszaállni az egyensúly. Persze nem reménytelen a másik ökoszisztéma sem. Hogyha ezeket az utakat kicsit megpróbáljuk megjavítani úgy, hogy az ökoszisztémának is jó legyen, mondjuk tegyük fel, hogy egy normális német autó útépítő céggel van dolgunk, akik vadátkelőket is képesek használni, kapunk a büdzsében egy darab négyzetnyi ilyen vadátkelőt, helyezzük el, oldjuk meg a problémát, mérnök oldja meg. Hát térjünk vissza az előző ökoszisztémához, és tekintsünk meg egy triviális megoldást. Mondjuk láthatjuk, hogy kiterjesztjük az egyik ilyen nézetet, megduplázunk a területét, és ugye a célunk az az, hogy több róka legyen, mert főleg ők jártak pórul. Vajon sikerül-e a dolog? Hát számottevő különbség nem látható. Sokkal jobb, hogyha három felé osztjuk ezt a nézetet, és páronként összenyitunk egy-egy ilyen
padátkelős megoldással egy-egy nézetet, de ez se túl sok eredményt hozott. A legjobb megoldás most következik, osztuk ezt 10 felé, tegyük le ilyen négyesek sarkára, és nézzük meg hosszú távon, mi történik. Hogyha szabadjára engedjük a processzort, és megnézzük, hogy mégis mit játszanak le ezen a saktáblán az állatok, azt láthatjuk, hogy ezen a vadátkelőn szépen szétterjednek, a rókák most már bárhova be tudnak jutni. Mindjárt láthatjuk a csakrókás verzióját a programnak, és láthatjuk, hogy sokkal több helyen ott ugrándoznak, és eszik vígan a nyuszikat, sokkal véresebb a jelenet, mint az imént. Én szeretem ezeket a rókákat, ők mutatják meg, hogy egy ökoszisztéma igazán stabil, mert ragadozókból van a legkevesebb, őket a legnehezebb eltartani. Hát... Összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy egy kicsi odafigyeléssel és kicsi megfontolással lényegesen stabilabb, egészségesebb rendszert tudtunk létrehozni. Így arra hívnánk fel a figyelmet, hogy ilyen esetekben mindig érdemes ezekre a megfontolásokra is odafigyelnünk. Most pedig hozzátok fordulnánk. Van még itt a tarsolyunkban 3 eset tanulmány, és szeretném megkérdezni, hogy melyikkel foglalkoznátok igazán szívesen. Az első lehetőségünk, hogy idegen fajoknak a hatásaival foglalkozzunk, egészen magyarra fordítva, miért félünk a krumpli bogártól. Második lehetőségünk, hogy megnézzük, hogy hogyan tevékenykednek a fatolvajok, és figyelembe vesszük azt, hogy ez miért igazán csúnya dolog. A harmadik pedig az, hogyha szeretnénk megvédeni a terményeinket, és növényvédőszerekhez folyamodunk, akkor azt hogyan érdemes igazán jól tenni. Ugye hamarosan sok élelemre lesz szükségünk, úgyhogy ez ebben segíthet. Ki az, aki az elsőre szavaz? Alakul, nem egészen meggyőző. Egy második. Ez jobban tetszik. És egy harmadik. Fantasztikus. Dávid, szerinted melyik nyert? Hát én nem látok a fénytől semmit, de állapítsd meg te. A második nyert, köszönjük szépen. Ez a kedvenc. Tekintsünk hát egy olyan ökoszisztémát, ahol van növényzet, ez az egyik alapdolog, és tekintsük egy olyat, ahol szintén van növényzet, de másképp rendezzük el. Ugyanannyi növényzetet találhatunk az egyik és a másik esetben is, azonban van egy kis különbség. Hogyha jobban megfigyeljük az egyik verziót, azt láthatjuk, hogy itt bizony eléggé durván van kivágva ez az erdő. Tehát mi a probléma még? És itt, ezen a képen át tudnak ugrálni a nyuszikák az egyik helyről a másikra. A másik ökoszisztéma egy kicsit fájdalmasabb. Hogyha megnézzük ezt itt középen, ide nyuszi sohasem nem fog lépni, de még őzike sem. Tehát ez az egyik alapvető problémája ennek az ökoszisztémának. Ami sokkal fájdalmasabb, az az összes egyedszám. Hogyha megnézzük ezt a grafikon, azt láthatjuk, hogy az átlagos egyedszáma az eltartott növényevőknek sokkal alacsonyabb. Tehát kevesebb őzike fog élni az erdőben, mint a másik ökoszisztémában. Ez még hagyján, de hogyha belerúgunk ebbe az ökoszisztémába, azt mondjuk, hogy akkor most itt jön egy erdőtűz, vagy itt jön egy olyan permetezés, ami egy globális szintű, vagy ország szintű, és eltűnik az állatoknak az egy harmada, akkor bizony ez egy életképesebb ökoszisztéma. Miért? Ugye az elején említettem a hepehupákat, itt sokkal kisebbek a hepehupák, hogyha itt most belehúzunk tollal egy vonást ebbe a hepehupába, akkor hamarabb áll vissza a rendszer. A másik rendszer lehet, hogy kipusztul. Összességében azért jó egy ilyen ökoszisztéma szimulátor program, mert olyan kreatív és intuitív megoldásokra ösztönzi az embereket, és olyan eddig nem kipróbált kombinációkra, fajok kipróbálására, amit úgy az ember épésszel el se képzel. És nem is tudjuk, hogy hány év telt el most, miközben megnyomtam 2 gombot, mert ez beállítás függő, és ezt a büdzsé, hogyha igazán szimulálni akarnánk, tehát kimegyünk, tényleg fogunk egy jó nagy füves rétet, szabadon engedjük a nyuszikat, hozunk egy-két rókát, és eleresztjük. Ez nem biztos, hogy költségben úgy megéri kísérletezni, ráadásul nincs 3x30 éve mindenkinek. Szerencséseknek igen, de azért itt sokkal gyorsabb egy ilyen kísérletezés. Tehát hogyan is tudjuk megoldani azt, hogy ha ilyen kérdések elé állít minket a világ, hogy jó, akkor most itt egy úthálózatra van szükség, hogyan helyezzük el az utakat, van egyáltalán vadátkelő, vagy hogyan permetezzünk. Tehát minden, amit teszünk a környezetünkkel, ami itt körülvesz minket, az
befolyásolta általunk. Kicsi módosítás történt, nem úgy vágtuk ki a fákat, hanem szétszórva sokkal stabilabb ökoszisztémát kaptunk. Tehát mit is csináltunk? Kísérleteztünk. De miért kísérleteztünk? Hát mert volt egy ilyen program. Azonban amikor mi iskolások voltunk, akkor nem volt ilyen program, nem mutatták ezt megünk, a könyvből ezt nem lehet megtanulni. Úgyhogy úgy döntöttünk Dáviddal, hogy megpróbáljuk ezt megtanítani. Elmentünk néhány általános és középiskolába, és már több mint 300 kísérleti jellegű tanulmányon vagyunk túl, ahol a lényeg pontosan ez. A diák kap egy verziót a programból, és megadjuk neki a hűha élményt, ha úgy tetszik. Ő maga, neki kell kikísérletezni ezeket az eredményeket, amit itt közösen most elkövettünk, számos esettanulmányon keresztül élményszerűen tapasztalja meg az ökológián, és talán ez általános gyógyír lehet a természettudományok oktatásában, ha ilyen programokra tudunk támaszkodni, hiszen ez a komoly játék koncepció pontosan azt jelenti, hogy azt, amit a gyerek szeret csinálni, mégpedig a számítógépes játékokból vett környezetet, amit ma már természetszerűleg űznek ezek a fiatalok, ezt emeljük be az oktatásba olyan komoly célok érdekében, amikre igazán érdemes áldozni, és a kettőnek valami igazán izgalmas ötvözete még hatékonyabban is teszi mindazt, amit eddig szerettünk volna csinálni. Összefoglalásképpen tehát azt szeretnénk kiemelni, hogy a 21. században számtalan első látásra megoldhatatlannak tűnő probléma halmazzal szembesülünk. Itt most az oktatás és az ökoszisztémák példáját emeltük ki, de figyelembe kell azt is vennünk, hogy számos új megoldási lehetőségünk is van, és mindannyiunk közös felelőssége ezeket jól használni. Köszönjük szépen! Lesz ebből Facebook játék? ÖkoWheel néven, FarmWheel helyett, csak vicceltem. Egy meglepetés, amikor a srácokkal találkoztam, akkor a következő beszélgetéssel kezdtünk. Hello, mondták ők, te vagy a prezitől? Igen. Na, akkor ez nem működik, az nem működik, amaz nem működik. Ezért nem használjuk mi ezt a szoftvert. Engem is meglepett, hogy... Az ember mindig örül, hogyha fejlesztővel kerülhet szembe, és igyekszik kihasználni. Értem. Veszünk fel embereket. Oké, ez volt a publikus előadás, de mi mindent szimuláltatok még lesz? Szóval csak bogarakat szoktatok kinyírni, vagy van valami? Nem, olyan is előfordult már, hogy van például Dél-Amerikában három ilyen gyíkfajta, ezek egymást körbeverik, és megnéztük, ami a programunk is meg tudta ezt csinálni, ilyen szép spirálokat rajzoltak ki, a kék, a sárga, meg a piros gyík így egymást megették. Számos esettanulmányunk van az iskolában, általában 10-12 fél évvel szoktunk készülni, és amit éppen az óra megenged, de az a nagyon nagy erőssége egy-egy ilyen programnak, mondjuk a matekkal szemben, amit Dávid is kiemelt az elején, hogy egyrészt egy gombnyomás minden, másrészt a térbeliséget, ami egy természetes inger, hogy szeretjük tudni, hogy az a hangszóró az ott van, az a szék, meg az ott, ezt nagyon jól meg tudod fogni egy ilyen programban, és nagyon izgalmas dolgokat meg lehet mutatni, hogy nézd csak, van itt egy olyan állat, ami, hogyha összekerül egy másikkal, akkor biztos, hogy megeszi, és ő fog győzni, de hogyha kicsit megváltoztatjuk a feltételeket, akkor már nem biztos, és ezek jó pofa dolgok tudnak lenni egy iskolás számára. És gondolom, ők sokkal jobban élvezik ezt, mint a... Mint mi óra. A prezit. Igen. Köszönöm szépen, akkor...